Sziasztok, kedves barátaim! Egy pár gondolattal szeretnék veletek megosztani. Sok ember úgy próbál sikeres lenni, hogy valamilyen célt rakja maga elé, és a mostani világban a technológia, ami emberek kidolgozták, nagyon tökéletes, nagyon jó megy a menedzsmentek, nagyon jó működik a tervezések, a célok elérése is, nagyon precízen ki van dolgozva, de van egy kis probléma az egészben, hogy mikor ember próbál valamit elérni és eléri, akkor mondja, na jó, sikeres vagyok, de minek az az egész? Ezért szeretnék nektek elmondani egy fontos dolgot, amit nem szabad kihagyni az életünkből. Az első lépés, a legelső, amivel kell kezdenünk. Kezdeni kell azzal, hogy meg kell ismerni magunkat, hogy meg kell tudni, én ki vagyok. Ez az első lépés, mert hogyha én nem tudok, ki vagyok én, akkor én nem tudok, mire van nekem szükségem. Ez az első, először meg kell tudnom, és van kettő neki része. Az egyik része az az, hogy én vagyok férfi vagy nő, ez az egyik. A másik, hogy én lélek vagyok. És mikor ezeket ismerem, akkor tudok tervezni az életemet. És akkor hogyan tervezek az életemet? Először ki kell tűzni a célt. Azzal kell kezdjünk, hogy először kell egy vizuális. Szóval el kell képzelni, hogyha én a végén tartok az életembe, akkor hogyan gondoljanak rólam, mit meséljenek rólam, mit beszélnek rólam az ismerősök, a rokonok és a többi ember. Mikor megvan egy ilyen vízium, milyen vízióval rendelkezek, akkor utána ki lehet rajzolni egy célt magának, és ez a cél akkor fog működni, hogyha missziónak teszek, mert gondolom már nektek is volt sok célotok az életükbe, próbáltatok elérni ilyen célt, olyan célt, és kisebb célokat el lehet érni. De igazi nagy célukat, mint például megvalósított emberre válni, sikeres lenni lelki téren és anyagi téren, ez nem olyan könnyű. De hogyha az ember a célt írja magának, mint egy missziót, leírja egy igazi missziót, és utána meg felbontja, felosztja kisebb célukra. Vannak kisebb lépések, és tudatosan próbálja tervezni az életnek minden napját, minden óráját. Minden nap egy pici lépés a cél felé, akkor ember nagyon jól tud haladni, és fog kapni sikert. Ugye kis lépések azért kellenének, kis célok, mert sokszor el lehet veszni az úton, amikor mi haladunk. Például itt vagyok most Krisna völgyben, és szeretnék elmenni innen mondjuk Záhonyra. Persze most GPS van, de mikor nem volt GPS, akkor mi hogyan mentünk Záhonyra? Mi megnéztünk a kis célukat, akkor először kell kimenni Somogyvámosra. Mikor elértem a Somogyvámos, következő cél mondjuk Somogyvár, aztán utána mondjuk Budapest, akkor a Budapesttől mondjuk Nyíregyháza. Nyíregyháza után lesz Záhony. Szóval úgy kell építeni az életünket, és ezért szükséges kis célok, kis lépések, ami által szépen, fokozatosan fogunk elérni a nagy célunkat, és így sikeresen válunk. Például a lelki út, amit majd úgyis fogok mesélni, aki kíváncsi, írjátok kommentekbe, mert a lelki útok is állnak a nagy céltól, van egy nagyon nagy cél, de ez nagyon magas, de ugyanakkor van kisebb célok. És ezért, mert minden kisebb cél, miért kell kisebb, nagyobb célok? Azért van így, mert nekünk minden elértünk, mikor az első lépés, most megint egy kicsit különböző dolgot mesélek, mint utazás, mert utazás ez egy könnyű, de az életünkben az történik, mikor én elérek első célt, akkor kapok egy képesítést tovább menni. Amikor következő célt elértem, akkor következő kis cél, kis lépcsőfok adja nekem képesítést elindulni egyel magasabb, egyel mélyebb, egyel magasabb cél felé, és akkor így tudjuk haladni az életünkben. Ezért kell ismerni a célukat, kell látni az utat. De először, ahogy mondja Bhagavad Gita-ba, Srila Prabhupád, először lásd meg a nagy célt. Azzal kell kezdeni,
Másképp minek élsz? Én élek, és lehet, hogy valakinek van kisebb célok. Üzletember akarok lenni, akarok gazdag lenni, akarok sportbajnok lenni. Jó, de ezek kis célok, mert Védek szerint mi nem egy életet élünk, sok életet élünk, ezért ezek a sok élet között, hogyha megnézünk, ezek kis célok. A nagy célt kell tanulmányozni, látni, hogy legyünk igazán sikeresek és boldogok. Ennyit akartam nektek ma mesélni, hogyha van, írjátok kérdéseket, írjátok kommenteket, hogy van-e nektek célotok. Szoktatok ti esetleg menedzselni az időtöket napi szinten, vagy akár együttműködtek valakivel valamilyen misszióban, az is kíváncsi vagyok arra is, érdekel. Ne felejtsétek feliratkozni a csatornára, nagyon örülnék. Ugyanakkor tegyétek lájkokat, és amikor feliratkoztatok a csatornára, akkor légy szíves a csengőt, nyomjátok meg, akkor megkapjátok értesítéseket a frissen feltöltött videókról. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, boldog életet szeretnék kívánni, és akkor majd folytatjunk veletek. Köszönöm szépen, Hare Krishna!